az életben olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodunk. Úgy érezzük, hogy nem jó, amit csinálunk. Úgy érezzük, hogy nem elég, és csak elrepül az élet a fejünk fölött. Azt gondoljuk, hogy talán jobb lenne máshol. Észre sem vesszük, hogy valójában mennyire jó nekünk, mennyire jó helyen vagyunk. Megéljük a 4 évszakot, körbe vagyunk jöve jó barátokkal, van egy hobbink, erdőnk, tengerünk, Balatonunk, hegyeink, tavasz, nyár, ősz és tél. Neked van hobbid? El sem tudjátok képzelni, hogy mennyire fontos az. Az, hogy legyen egy aktivitás az életünkben, ami végtelenül nagy örömöt szerez nekünk, nap mint nap. Ami a valódi határtalan öröm. Amit imádunk, amiről álmodozunk, és ami segít a fellegekben szállni. Nekem ilyen a veterán autózás. Neked is kell egy hobbi. Legyen az bicikli, túrázás, csónak, repülő, főzés, ruha vagy cipő, teljesen mindegy. Keresd meg, hogy neked mit jelent, mi jelenti a végtelen nagy örömöt az életben. Szóval, ha van olyan pillanat az életedben, amikor picit elbizonytalanodsz, és lehet, hogy vannak dolgok, amikben évek óta kételkedsz. Egyszer csak bejön egy olyan dolog az életedben, hogy rájössz, hogy valójában mennyire gazdag vagy. Mindened megvan. Jó barátok. Szereted a munkád, a helyet, ahol élsz, a hobbid, valójában minden, ami körülvesz. Gazdag vagy. Nem kell más. Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek meg is a Gabriel Vlog csatornán. Eltelt egy év, megint irány a Balaton, irány Balaton-Almádi. Most már a jó nyári színekben beöltöztetett P3-as busszal. Nem tudom, hogyha láttátok a fotókat vagy a videókat, de nagyon jó nyári színeket kapott a kis busz, matricákat. Majd meg fogom mutatni ebben a videóban is, aki esetleg nem látta, az lássa. Nagyon-nagyon gyönyörű időnk van, meleg van. Most ma egy kb. 8 órás út vár rám, és holnap Budapestről megyünk tovább már Sanyékkal, Almádi felé, hogy tavaly is volt. Hát az elmúlt 30 napban ez a harmadik ilyen nagyon hosszú utam. Hiszek abban, hogy ott van dolgunk, ahol megszülettünk. Én ma megint a hobbimnak élek, egyszerűen csak kinyitottam az autóajtóját, beültem, és elindultam megint egy 1800 kilométeres útra. Megyek, hogy új élményekkel gazdagodjak, hogy új embereket ismerjek meg, hogy kipróbáljak újdonságokat, megéljek új pillanatokat, és nem utolsó sorban, hogy találkozzak a nagy szerelmemmel. A Balatonnal. Fiúk, lányok, először is meg szeretném mutatni nektek, ahogy értem innen az útról a matricát. Nézzétek meg, direkt Balaton-Almádira készült a szivárvány. És egyszerűen annyira sajnálom, hogy most is itt járok a Tisza tó mellett. Konkrétan itt vagyok a Bácsalóktól 1 kilométerre, és most se tudok bemenni, mert nagyon késő van, és reggel korán indulunk Almádi fele Pestről, úgyhogy nem tudok megállni, de nagyon remélem, hogy amikor jövök vissza,
amikor jövök vissza, akkor be tudok látogatni, de ahogy mondtam, ősszel, szeptemberben konkrétabban jövök, és itt leszek több mint egy hetet. No de, nézzétek meg, de gyönyörű. Atya úristen, köszönöm. Annyira gyönyörű. Milyen hangok vannak itt? Olyan, mintha a Duna-deltában lennénk. Megpróbálok ide visszajönni a busszal és lövök egy-két fotót. Ami látszik a szivárvány. Hát ez ilyen helyekért érdemes buszozni és nem autópályán jönni egyébként. Nagyon szép. Itt számomra nagyon-nagyon érdekes helyzet van itt, amit meg fogok most nektek is mutatni. Ezt nézzétek meg, itt jössz az úton. És most annyira mondjuk klasszabb, hogy most itt van a jelzés, hogy jön a vonat, de múltkor, amikor itt voltam, akkor konkrétan nem volt semmilyen ilyen jelzés, hanem csak mentünk, és egyszer csak felkerültünk arra a hídra, ahol konkrétan egy autó fér el, és a vasút is ott megy. Nagyon hidegrázós volt. Figyeljétek meg. Ezt most megmutatom nektek. Azt figyelj. Beszarány. Oda néz. Konkrétan egy vasúti hídon megyünk, gyerekek. Abban reménykedünk, sem előről, sem hátulról, egyszer csak nem jön a vonat. Utazom, gyönyörű helyeken járok. Sokszor a buszból látom a napfelkeltét, vagy épp a naplementét. Csak megyek, és élvezem a tájat, a vezetést, bámulom az embereket, az új helyeket. Egy egészen más világ. Egy teljesen egyedi átszellemülés. Annyira szép itt ez a zóna, hogy nem tudom elmondani. Imádom Magyarországot itt. Egyébként ebben a faluban most végigjöttem, több bolya is konkrétan sétált az úton, a járdán, a házak mellett. Ilyet se láttam még. Na most ezt nézzétek meg! Akkor ezen csodálkozunk, hogy 10 órás egy út, hát folyamatosan meg kell ilyen helyeken fotózni, filmezni. Hát most is olyan fotót lövök az autóról, hogy az valami elképesztő.
micsoda hangok vannak itt. Látom, a távolban van egy magas lesés. Elképesztő ez a hely, komolyan mondom. Olyan drónoznék itt, hogy ezt nem tudom elmondani. Hihetetlen ez a hely. Ahogy mondtam, gazdagok vagyunk. De soha ne feledd. Nem vagy igazán gazdag, amíg nincs gazdag szíved. Menj, utazz, éld meg a pillanatot, gazdagodj. Na jó, muszáj menni. Ezt nagyon meg fogom bánni, hogy nem drónoztam. Itt. De nincs már idő. Nincs idő. Nézzétek meg. 9 óra. És az előbb mondtam, hogy lesz egy jó hírem, és ezt inkább ott fogom elmesélni szerintem a kempingben már, mert lehet egy picit hosszabb. Az, hogy megérkeztünk, kedves nézők, az kevés. Annyira megérkeztünk, hogy konkrétan itt vagyok egy méterre a Balatontól. Nincs egy gyönyörű szép idő, de itt vagyunk, és jól fogjuk érezni magunkat. Eltelt egy év. A Balaton még mindig ugyanolyan gyönyörű. Úgyhogy induljon akkor a hét és a rendezvény. Srácok, ugyanaz a helyen, mint tavaly. Nézzétek meg, hogy Anditól milyen kis lucit kapott Timo ajándékba. Elhúztam az elektromos verdát is idén. És a nap is kezd kisütni. Ott rohannak. Sanyás szép! És ott a Barcsi. Egyszer megmondta egy barátom, hogy addig sose igyál meg egy pohár pálinkát se, ameddig nem rendezkedtébe teljesen, és nincs az ágyod megvetve. Úgyhogy ennek köszönhetően most szerintem az ágyot megvetem, és megiszom egy pohár bort. Már kétszer is a hami. Look at this, look at this! Look at this! Aki bajba kerül, akkor hogyan gyógyítanád? Hát attól függ, kit mi gyógyít? Jó pár. Első segélynyújtás. Óriási. Ez mekkora ötlet. Ha mindegy, a tavalyi hagyományokat megőrizve úgy kezdjük a Balaton Almádis rendezvényt, hogy megiszunk egy üskét. Mert hideg az idő. Igen. Profi vagyok, én ezt gyorsan szintet tolom. Hallod? Ez most nem csípés paprika pálinka. Egészség. Isten azok bennünket. Igen. Meg a léghűtés. Majdnem.
Szóval az anyag, hogy ebben lehet eseményeket rögzíteni, tehát hogyha véletlen elfelejtenéd, hogy mi történt, akkor... másnap emlékezzél rá. Másnap emlékezzél rá. Sőt, mondjuk 5 év múlva, amikor visszalapozzuk, hogy mi volt 2024, 6-on a 12-én, az egy nagy kincs. Szerintem sokan elégedik majd ezt. Ennyi, ezt hol tároljuk a pálinkás üveg alatt? Ezt a pálinkás üveg alatt? Az első segélynyújt. Első segélynyújtás. Medicina. Doktor. Doktor Bence Béla. Bence Béla. Oké. Szuper. Hát ez is pedig. Semmi kötelezettséggel nem jár. Jaj, hoztál meg itt valamit? Nem. Nem hoztam. Vagy miről van szó? Diópálinkát hoztam, ha esetleg kértek. Na, akkor elmondom, hogy mi kell inni. Ja, tényleg. Neked, várj, most lesz szület. Ma van. Oh! Ez komoly? Sanyi. Istenítősen, mert tudom, hogy 2 évvel ezért ilyenkor érkezett minden a busz. Minden évben ilyenkor. Igen. Hát így nagyjából. Vagy 3. Ez komoly, ma van a szívnapod? 3 éve van. Ez tényleg komoly, ma van a szívnapod? Igen. A jó istenítősen sokáig. Istenítősen, kedves barátom. Sziasztok. Akkor Sanyira. Puszika, nyuszika. Bocsánat, így pálinkából. Azért nagyon érdekes ez az egész szitu, mert pont úton erre fele, hogy jöttem mögötted, azon gondoltam, hogy mikor lehet a színapod, olyan jó ajándék ötletem. És megvalósítható? Hát az ötlet? Ma nem. De ez az egy hétbe vele fér, akkor is gondolom. Na, kedves egészség. Igen, Isten is téged. Szóval, srácok. Következő van. Ígértem nektek egy jó kis hírt. Röviden elmesélném azt, hogy tudjátok, hogy én egyrészt zenélek, másrészt pedig rendezvényeket szervezek. És a lényeg az, hogy az idén nyáron fogok szervezni egy Kelly Family koncertet, és a menedzser tudja, hogy én zenélek, és megnézte a videoklippeimet, és... persze, gyakorlok már! És... miután megnézte a videoklippeimet, elküldte Johnnak a Kelly Family-ből, és kiderült, hogy John csinál most egy saját zenekart, és a lényeg az, hogy meghívtak engem, hogy vegyek én is részt ebbe a zenekarba. Nagyon-nagyon nehéz a döntés egyébként, mert nyilván elsőre azt mondaná az ember, hogy úristen, mekkora lehetőség egy világsztárnak gyakorlatilag játszani, kéne énekelni azokat a verzéket is, amiket a testvérei énekeltek, és az elektromos gitározni. De nagyon-nagyon nehéz döntés, mert az a helyzet, hogy ez teljesen felborítaná az összes eddigi munkámat, amit eddig csináltam, többek között a YouTube csatornámat is, amit szépen építgettek már egy ideje, és nagyon-nagyon szépen alakul az itteni zenekaromat, a gyakorlatilag a szervezőirodámat, meg minden. Akkor is, hogyha nagyon-nagyon jó a fizetés, amit ajánlottak, kéne járni a világot, koncertezni, és emiatt gondolom, hogyha mélyebben belegondoltok ti is, azért az embernek az életében egy ekkora nagy változás azért az jó meg kell gondolni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok hozzá, vállaljam el, vagy ne vállaljam el, úgyhogy írjátok meg kommentbe, léci, hogy nektek mi a véleményetek erről. És sokkal-sokkal részletesebben mesélek erről a projektről, most tettem fel elő egy videót, úgyhogy menj rá a csatornámra és keresd meg ezt a videót, és ott nagyon-nagyon részletesen mesélek erről. Nem csak ennyit, most nem akarok itt többet ebbe a videóba erről mesélni, mert nem ez a témája a videónak. Nézzétek, hogy milyen szép a Balaton. Elképesztő. Aha, a visztek.
milyen városban megyünk? Veszprém? Kisújt. Aha. A parkos nap lesz a Balaton-almádi találkozó, ahol megszöktünk, és a mai napot egy jó kis helyen fogjuk tölteni. Ugye még csak csütörtök van, hivatalosan azt hiszem holnap kezdődik csak a rendezvény, nem? Úgyhogy... Csak megtöltjük a nulladik napot. Igen, igen. Hogy halandon oda nézik a T3, már a második, ami velünk szembe jött. És már indul is a bobozás. És újra eljött a mi idő, srácok! Isteni ez a park egyébként. Nagyon-nagyon klassz. Balatoni bob. Egyelőre 5 ereszkedésre vettem egyet. És valószínűleg el is fogom használni, mert ahogy így húz fel most a csúcsra, úgy nagyon-nagyon úgy tesz ki, hogy nagyon klassz pálya lesz. Hogy menjünk csőgázba? Úgy szereted? Oké. Okay. Látszok, most valami egészen újat próbálok ki. Hófánkot. Na mesélj, melyik volt jobb? Ez, hogy a hó... hó... mi az? Hó... hófánk vagy a bob? Hát bob volt. Az klasszabb, nem? Aha. Ja, ja, ja. Arra. Igen, 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 az lenne a menő. Mesélj! Milyen? Izgatott vagyok. Picit csöpög a víz. Szóljatok, hogy készüljek! De áll még, hallod? Sok van még! Bármennyire is vicces és szizú, vízre szálltunk. Megkaptuk a Ferrari vízi biciklit. Egyébként igen, pont azon gondoltam, hogy ki lehetett. De fotókról megállapítva szerintünk is Tóli Miklós egyik leszárlagotja. Ezt egyáltalán nem mertük bevállalni. Jól néztek ki! Na, mindenkinek egy szurkol! Gyere! Gyerünk! Gyere! Gyere! Hajrá! Gyere! Jó! Csak összejött! Mindenkinek egy tapsol, még a tavon is! Ilyen színházban nem tapsolnak ennyien! Ez nagyon szép! Aztá! Ennyi! Wow!
Dunántúlon partján maradtam el Medivai Lazakis. Visszajöttük a kempingbe, úgyhogy óriási volt a napunk. Zoliéknek köszönhetően egy gyönyörű csúszós, mászós, ereszkedős, beereszkedős, vizes. Zuhanós, vizes, levegős, elázós napunk volt. És végre kisütött a nap, és nézzétek meg a Balatont, már gyönyörűen sütik. Ez most következő lesz. Kik azok? A nagyon bátor emberek, hogy csütörtökön már megjöttek Balatonalmádiba, a jakkempingbe. Azt beszéltük meg Zolival, és Attilával, és még mindenkivel, hogy megyünk szétnézni a kempingbe. Megyünk, tudunk egészséget nyújtani. Igen, az egészségügyi doboz az már elő van készítve. Megmutatjuk. Első segélynyújtás, magas fokon. Föl van töltve a pálinkák köve. Micsoda. Olyan teljesen színültig. Szerintem fel vagyunk készülve, nem? Egyik. Go. Úgyhogy menjünk. Nézzük meg akkor, hogy ki azok a bátor emberek, akik megjöttek a kempingbe. Szóval azt szeretnék megnézni, hogy kik azok a kemény srácok, akik csütörtökön már megérkeztek erre a rendezvényre. És ha jól szétnéztek, akkor azért vannak egy páran. Oda néz. Óriási a hangon. Gyönyörű, gyönyörű. A Balaton az nagyon szép. Át lehet látni egész Siófokig. Ott még süt a nap egyébként. Hogy nem fáltuk? Dr. Zoltán! Milyen irányba megyünk? Jobbra? Minden irányba. Ott egyébként ott nagyon nagy a nyugodtság. Hello, szó, hello! Sziasztok. Hát ti tesók vagytok? Hát figyelj, valami nagyon nagy buli volt. Nagyon hasonlít. Igen, amekkora buli volt ott a sarkon. Cuki, ne folyt meg magad! Szia, szia! Micsi! Pizzáztál? Finom volt? Hello! Sziasztok! Hát ti! Csak én jót ülök magam. Ciao! De mennyi? Mennyit hoztál nekem? Szerintem ez inkább hajagolt most, lehet, annyira nem erőtes. Dr. Zoltán szeretném bemutatni. 101-es porcelán ő. Ő első segítség nyújtani. Tehát figyelj, kit kell első segélyben részesíteni? Mindenki. Az életmentés, az nagyon prioritás, és nagyon-nagyon olyan érzetek. Erre erre kamerázok. Zoli dokiba, vagyis hogy megbízhattok, mert hogy ő nagyon jól csinálja a dolgát. Ott van, tessék a gyógyszer. Ez kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság. Sziasztok. Tehát, hogy a most sziasztok. A sajátjával visszajöttek. Hallod, vágj értelmes képet, ne kérj abszolút lehetetlen. Hello. Tényleg? Szia. Szerinted miért vagyok? Mert szeretném mutatni neked, Dr. Zoli. Doktor, hozz egy flaskát, mert előbb beszélgettük, hogy igen. Megkeresít a szózni, Kati! Hogy Dr. Zoli vette kezelésbe. Itt ebben. Tolj a kamerát, és akkor gyere a bort, kérdezni. Jó. Oké, egészséged. Évrós, nem kell én mindent kompromitálok. Egyáltalán nem kompromitálok. Bocsi. Nagyon nagy voltál az előbb a jaktól. Látod, hogy bementem? Persze. A sikolyra. Itt látjátok. Azt a csapatot, aki augusztusban legurul az EOF-re. Rossz vásárhelyen. Meggurulni fogod. Országvilág előtt. Országvilág előtt. Várj, ezt próbálom jobbik oldalomat utána. Szamosza megmondta. Figyelj, ezt sok oldalom, hogy van meg gömb. Azt mondta, hogy többet baszogassak. De amit ő mond, az sose igaz. Most én miért ismerte? Egyébként, ha ennyire? Nem. Egy világ tölt össze bennem most.
Csak, én kifizetem, csak adjál meg egy jópánkát. Egy jópánkát. Kifizetem, csak adjál meg egyet, ne? Na, elszor, srácok. Az előtt. Isten. Egészségetekre, Isten hozott a jachtklubba, Balaton-Almádira. Mindenkit. Igen, megszületett a döntés. Ezzel kapcsolatosan, amit már még korábban említettem nektek. Először is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg üzenetet. Annyi jó tanáccsal láttatok ön, és annyi mindenki írt, és személyesen is, és privátban is, és telefonon, és messengeren, és mindenhol. Annyira jó volt látni egyébként, hogy az igazi jó barátok most is jelentkeztek, és nagyon-nagyon jó tanácsokkal láttak el, és nagyon-nagyon sokat számított nekem egyébként, mert higgyétek el, hogy nem egy egyszerű döntés, nagyon-nagyon nehéz, mert külső szemmel nézve nyilván az a legegyszerűbb, hogyha azt mondja az ember, hogy igen, vállald el, mert ilyen lehetőség meg egyszer nem jön, de ha mélyebben belegondol az ember, akkor nem éppen ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, mert én azt gondolom, hogy először is az ember, ahogy telik az idő, annál inkább jön rá arra, hogy nyilván jó, hogy legyen pénze az embernek, mert az egy erős biztonságot nyújt, viszont egyre inkább rájössz arra, hogy nem a pénz a minden egyáltalán. Sőt, én nagyon-nagyon azt érzem mostanában, hogy egyre inkább afele hajlanék, hogy még szabadabb életet tudjak élni, még többet tudjak kirándulni, még többet csinálhassak olyan dolgokat, amiket tényleg igazán szeretek. És ott van az autós klubom, meg minden, a barátok, a rendezvények, ezek az utazások, amiket imádok egyébként. És pont ezekről kéne lemondani. Egy olyan dologért, amit gyakorlatilag sose csináltam, még sose dolgoztam másnak. És ezzel nem is lenne baj, tehát nem az a problémám, hogy félek a változástól, vagy ilyesmi, hanem sőt konkrétan az, hogy jött ez a lehetőség, ez egy csomó olyan dolgot oldott meg az életemben, ami eddig nekem kérdés volt, és olyan megvilágosodás jött egy csomó olyan tekintetben, olyan dolgok voltak az életem, amikben nem voltam biztos, amiket nem biztos, hogy szerettem, meg amiért mindig mondtam, hogy de jó lenne ez, meg de jó lenne az, és most egyszerűen ezzel a felkereséssel rájöttem arra, hogy valójában ez, amit csinálok, az én életem, az pont az az élet, amit én a legjobban szeretnék élni. És nem szeretném ezt, megmondom őszintén, feladni, amire most valójában rájöttem, hogy imádom ezt a egészet, ami van, nem akarok semmilyenféle változást. Ezt a szabadságot, azt, hogy mehetek mindenhova kirándulni, imádom a veterán autós társaságot, velük időt tölteni, koncertezni. Nagyon szeretem építeni a veterán autós klubot, amit vezetek. Nagyon-nagyon sok tervem van, nagyon sok ötletem van ezzel kapcsolatosan. A zenekarommal is, meg minden így, ahogy van ebben a paketben, ez tök jó, és nagyon örülök. Elképesztő, hogy mennyi üzenetet kaptam tőletek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak, akik nagyon jó tanácsokkal láttak el, nagyon sokat segített a döntésben egyébként, és köszönöm szépen, hogy vagytok nekem, és ennyi jó barátom van tényleg. Ahogy mondtam, gazdagok vagyunk. Nem kell a külföldi siker cserébe az itthoni életemért, ahol mindenem megvan, ahol szeretnek és tisztelnek, ahol terveim és céljaim vannak. Itt is még sok gyönyörű lehetőség vár rám. Itt vagyok boldog, és erre jöttem rá. Boldog vagyok, maradok. Jó reggelt. Megjött az kedves szomszédom is. Hello. Reggeli készül. Sajnos, hogy jó vannak. Balaton is nagyon jó van. Isten drága. Testvéreim, nézzétek meg, milyen jó kis reggelit hoztam össze. Úgyhogy indult a mai nap. Idén is itt van ez a gyönyörű 59-es T1-es. Fötött a pajtába valahova föl, és utána leszette, eladta a család, akkor leszett a pajtába. Az első nem, az eredet. Karos index. Azt látod, belenézve látod. Ami hiba van rajta, azt már mit csinál? Kicsi stoplámpa.
annyira szép ez a busz. Itt vagyok a T1-ben, ezt nem tudom elmondani, hogy mit érdek. Tehát azt mondtál, egy 59-es T1-esbe. Oda nézzetek. Az az illat, ami van benne. Itt a mentőszolgálat, srácok! Itt a mentőszolgálat főtisztjelent. Hello! Sándor! Önök kértek? Mindig nem jöttetek át. Most oda indultunk. Komolyan, jöjjek ide hátizsákkal! A víz. Olyan hideg? Én is így gondolom. Most már a tombola. És jó kávézás. Nagyon sokan összegyűltünk. Isteni helyzet. Folyamatosan iszkolok, hogy hát a gyerek, de most mondják Zoliék, hogy nincs tombolám. Így elég nehéz nyerni. Nehéz azt nyerni. Azért Bánatomban megiszom a jó is, hogy ülök, hogy olivért. Egy, igen, így kell ezt csinálni, egyébként egy T1-es buszos egészségünk. Akkor nyereményre jön. Egészségünk. Nyereményre. Utolsó előtti külszíral is Gödrén. Négyes. Utolsó emlékkép. Amúgy igen. A sivatáson le fogjuk kapcsolni a kamerát. A Balaton van. A másik felé van a tombola, ilyen sokan vagyunk. Aha, itt van, fiatalember. Próbál átutolni a felnőttek kordonyán. Sziasztok! Egészségetekre! Egészségetekre, fia! Sziasztok, sziasztok! Egészség! Renó, Renó, Renó. De itt vagy most már, mennyi ideje a Balcsin? Vele? Múlt héttől, péntek, aha.
És most is ráhozom, főleg visszajön, maradunk. Már szabad úgy eljönni, hogy süt a nap, meg nem. Nem. Sötétben éjszaka van. Igen. Akkor elbúcsúzott. Ez így van. Így van. Na minden, lássuk, ott érjük a többieket, aztán még jelentkezik. Én nagyon bízok benne, de te nem állnak ki, meg. Megfognak szerintem. Jó, Deniz, Bossa bácsi. Könyörűségem. Jaj, de jó. Kész vagyok. Egy ilyen, na hallod, egy ilyen buszból így nézni a bácsit, azt a gyönyörű türkiz színét. Áj, de komoly. Imádod? Áj, de komoly, gyerekek. Szia, a GT3RS. Maradtak a buli leges legvégéig. A buszos csáveszek. Annyira szép, hogy nem tudjuk itt hagyni. Nem tudjuk itt hagyni. Azt is gondolkodtunk már, hogy nem is megyünk sehova. A sodródó. Jaj, nagyon jó. Annyira jó most a nap is, meg minden. Ezzel a busztunk. Nagyon jó a víz is. Ilyen gyorsan eltelt megint ez a néhány nap. Most volt szerda, amikor jöttünk, és már vasárnap este van, és elindulok Budapestre. Megint eltelt ez a hét, leállt ez a kirándulás, és újra utazom hazafelé. Hogy mit adott nekem ez az egy hét? Rengeteg új élményt, új barátokat, új tapasztalatokat, rengeteg energiát, boldogságot, és jó volt újra találkozni a nagy szerelmemmel, a Balatonnal. Szívből köszönöm nektek, akikkel együtt lehettem ezen a csodálatos héten. Azt, amitől sokkal több lettem ezúttal is. Köszönöm. Ma reggel 17:30 indultam el Budapestről, és korán haza is értem. Kicsi buszocska pedig megint hazahozott. Szerencsésen gyönyörű volt az út, nap, ahogy kelt fel. Isteni utazás volt megint, és nagyon jó hét volt. Imádtam. Nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek, minden csodálatos embereket ismertem meg ezen a héten, mert persze nem csak egy hétvége volt Balaton-Almádiban. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm a sok mindenkinek, aki ellátogatott a buszomhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a biztató és nagyon pozitív dolgokat, amiket mondtatok nekem. Voltak közülük olyanok is, amik miatt rendesen elérzékenyültem, és igazán nagyon jól esik, és ez csak arra ösztönöz, hogy még klasszabb és még több ilyen tartalmú videót csináljak, amiket szoktam. Végre számíthattok, igyekszem majd így tenni, hogy ezek meglegyenek. És tényleg mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönök mindent, istenien éreztem magam. Az biztos, hogy jövőre, hogy kedves Sanyi barátommal meg is beszéltük, jövőre ez minimum egy hét lesz, úgyhogy ez nagyon kevés volt így, és aztán remélem, hogy ez mind több és több lesz. Jó kis trip volt, jó kis utazás volt, jó kis beszélgetések voltak, minden gyönyörű volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent.